új munkahelyek. Két lépcsőben összesen 350 főt vesznek fel a LEGO nyíregyházi gyárába, ahol bővítik a fröccsöntő kapacitást, valamint a raktár és feldolgozó részlegeket. Átalakuló közigazgatás. Fehérgyarmaton adták át az ország 168. kormányablakát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évvégére 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Változások a fogyasztóvédelemben. Az új törvény módosításával nőtt a vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége a fogyasztók felé. Ez érinti a békeltetőtestületi eljárásokat is. Két lépcsőben újabb 350 főt vesznek fel a LEGO nyíregyházi gyárába. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jövő év elején a fröccsöntés kapacitásának növelésével 150 dolgozóra lesz szükség, majd az azt követő két évben további 200 főt alkalmaznak a gyár bővülő raktár és feldolgozó részlegeiben. Naponta 50-60 millió építőkocka gördül le ezekről a szalagokról a LEGO nyíregyházi gyárában. A bővülő világkereslet és az építőjáték népszerűségének növekedése miatt a gyárak kapacitása már nem elegendő, mondta el a nyíregyházi gyár igazgatója. Ezért a LEGO Mexikóban, Dániában és Nyíregyházán is szükségesnek látja a bővítést. We have basically two or three phases. Már megszületett a döntés arról, hogy a fröccsöntő üzem kapacitását bővítjük. A korábbi gyárterületen fogunk bérelni egy üzemet, és ott hozunk létre egy fröccsöntő modult. Ez már 2016-ban megkezdi a működését, megközelítőleg 150 új munkavállalóval. A második fázisban itt az új gyárunk területén, a jelenlegi mellé egy új processzáló, vagyis dekoráló és összeszerelő üzemet építünk ki, illetve egy új, automatizált magas raktárral is bővítjük a kapacitásunkat. Ezek összesen nagyjából 200 új munkahelyet jelentenek a következő két évben. Így a LEGO nyíregyházi gyárában a fröccsöntő kapacitás növelésével, valamint a feldolgozó üzem és raktárbővítő beruházással 2018 végéig 350 új munkahelyet teremt a dán vállalat. Másfél évvel ezelőtt adtuk át ezt az óriási nagy gyárat, és most pedig már a további igen jelentős bővítésről részben született döntés, és várható még. Ez nagyon fontos, mert a LEGO, mint referencia a többi befektető, potenciális befektető felé is egy nagyon jó üzenet. Nagyon jó pozitív üzenet az is, hogy ebben a városrészben kialakítottunk egy olyan fejlesztési terület, ami infrastruktúrálisan is a közlekedés, a közművek szempontjából kiváló hely a befektetésre. A sajtótájékoztatón elhangzott, készül annak a bővítésnek a terve is, amivel 2020-ig a duplájára növelné nyíregyházi kapacitását a cég, ezzel 1300 új munkahelyet hozna létre a megye székhelyen. Fehérgyarmaton adták át az ország 168. kormányablakát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az év végére 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket az állampolgárok, a fehérgyarmati a sorban a 12. Tájékoztatta televíziónkat El Simon László, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az állampolgárok államról alkotott képét többek között az is meghatározza, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, így képet alkotnak annak működéséről, hatékonyságáról, mondta Fehérgyarmaton a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. El Simon László kiemelte, ezért is célja a kormánynak, hogy elégedettek legyenek az emberek, ügyeiket úgynevezett egyablakos rendszerben egyszerűen gyorsan tudják intézni, akár egyszeri sorban állással. Amikor elindult ennek a rendszernek a kialakítása 3 évvel ezelőtt, akkor azt tapasztalták az állampolgárok, hogy mindösszesen néhányféle ügytípust tudtak intézni. Most mindösszesen 423 ügytípusban tudnak eljárni, amiből persze nem mindent használnak nap mint nap az állampolgárok, de ha csak arra gondolunk, hogy a legfontosabb ügyeiket igazolványokkal, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeiket egy helyen tudják a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban intézni, akkor ebből mindenki beláthatja, hogy az ő komfortérzetüket növeli. Magyarországon 2015 végére több mint 200 kormányablak lesz. Itt Szabolcs-Szatmár megyében ez a 12. kormányablak, de még további 9 fog elkészülni, úgyhogy összesen ennek a megyének 21 kormányablakja lesz. A fehérgyarmati kormányablak átadása előtt elhangzott egységes arculatú, modern, szolgáltató típusú ügyfélszolgálatoknál, azaz a kormányablakoknál intézhetik ügyeiket az állampolgárok, ráadásul gyorsan, hatékonyan, most már Fehérgyarmaton is. Egy apró falvas település szerkezetű vidék központja Fehérgyarmat,
50 településről érkeznek ügyeket intézni a polgárok ide, a gyarmati hivatalba, a gyarmati kormányablakba. És hát azért szigorúan a jogszabály megengedi azt, tehát nem vesszük túl szigorúan a jogszabályokat, és a jogszabály megengedi azt, hogy esetlegesen más járási hivatal területéről is érkezzenek ide, és a Beneg ide első csücskéből, a Tarpai térségből is igen sok ügyfele van a kormányablaknak, és úgy gondolom, hogy mindenki megelégedésére. Én korábban a város polgármestere voltam, és mindig azt kértem, hogy ügyfélbarát legyen a közigazgatás. Fehérgyarmaton a járási hivatal épületében kapott helyet a kormányablak, ez a sorban már a 168. Jelen pillanatban 7 ügyintéző dolgozik a kormányablakban, és közel 250 ügyet itt lehet helyben elintézni. Törekszünk arra, hogy majd a többi osztály olyan ügyintézési lehetőségeit is idehozzuk, amivel integráltá tudjuk tenni a kormányablakot, tehát nem kell majd máshová járni az ügyfeleknek, elég lesz, hogyha a járási hivatal kormányablakába bejönnek. Térségünkben ezen a héten még Dombrádon és Demecserben adnak át kormányablakokat. Az új fogyasztóvédelmi törvény módosításával nőtt a vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége a fogyasztók felé. Ez a változás érinti a békéltető testületi eljárásokat is. Az új szabályok elmulasztása több 10 000 forintos bírságot is jelenthet a cégeknek. A változásokról a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tájékozódhattak az érdeklődők. A békéltető testületek több mint 15 éve működnek a fogyasztói viták ingyenes, gyors és egyszerű lebonyolítására. A testületben független szakemberek bírálják el a beadott panaszokat, általában 45-50 napon belül. Az elmúlt időszakban több törvénymódosítás is érvénybe lépett, ami az alternatív vitarendezési fórum működését befolyásolja. Nagy hangsúlyt fektet az együttműködési kötelezettségekre. Egyrészt együtt kell működnie a hatóságnak és a békeltető testületnek. A másik dolog, hogy a békeltető testületeknek egymással is együtt kell működni. Eddig, mint külön kis egységek működtünk, most már kötelezővé teszik azt, hogy egymással koordináljuk a problémákat, azokra megoldásokat találjuk, erre indítványt tegyünk. Azon kívül, ami lényeges változás, hogy eddig a békeltető testületek nem voltak nyilvántartásba véve, ezt is elrendelte, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lesz az, aki az országban működő 20 békeltető testületet az Európai Unión megfelelő nyilvántartásba vételét fogja elintézni. Ezeken kívül lényegesen nőtt a fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettsége a vállalkozóknak, ami a tudatos fogyasztói magatartás széles körben való elterjedését szolgálja. Egyrészt előzetesen, még mielőtt nincs panasz, nincs konfliktus a fogyasztó és a vállalkozás között, már akkor van egy tájékoztatási kötelezettsége, tehát tudnia kell a fogyasztónak azt, hogy kitől vásárol, hol van ennek a ügyintézési helye, hol tehet panaszt, ha nem azonos az tehát a vásárlás helyével. Azon kívül, ha panaszeljárás kezdeményezett a fogyasztó a vállalkozással, akkor pedig részletesen tájékoztatnia kell a vállalkozásnak a fogyasztót arról, hogy melyik, tehát a fogyasztó lakóhelye szerinti békeltető testületnek az elérhetőségéről, a címéről, az e-mail címéről, tehát mindent, amit a békeltető testületről tudnia kell. A békeltető testület meghallgatásain ezentúl kötelező a személyes megjelenés, az a vállalkozás, aki ezt nem teljesíti, bírságra számíthat. Ez kis, közép és mikrovállalkozások esetében 15-től 50 ezer forintig terjed, nagyobb cégek esetén pedig a nettó árbevétel 5%-a is lehet. Halálos baleset történt tegnap délután Nyíregyházán a László utcán. A rendőrség tájékoztatása szerint megkülönböztető jelzést használó mentőautó elé kanyarodott ki egy személygépkocsi sofőrje, amelynek következtében a járművek összeütköztek. Az autó 39 éves vezetőjét a baleset helyszínén újraélesztették, majd kórházba szállították, életét azonban már nem tudták megmenteni. A baleset következtében másik 4 személy is megsérült.
Duplájára bővítették a szennyvíz telep kapacitását, Tiszalökön, Tiszadobon pedig új tisztítót építettek. A beruházások az Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében valósultak meg, amelynek során összesen 4 megyei településen történtek fejlesztések. A pályázatnak köszönhetően összesen több mint 15 ezer ember életszínvonala javul. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 4 településén, Tiszalökön, Nyírtelken, Tiszadobon és Tiszaeszláron fejeződött be a napokban a projekt. A jelenlegi szabályozások szerint azokon a területeken, ahol elérhető a szennyvízrákötés, de a lakosság nem él a lehetőséggel, ott talajterhelési díjat kell fizetni. Ezért is volt nagy igény a lakosok részéről a beruházások megvalósítására. Tiszalökön egy bővítés, a törzsterületünknek egy körülbelül egyharmad részén még nem volt kiépítve a szennyvíztisztító rendszer. Ott a csatornahálózat bővült ki, illetve a mögöttünk látható tisztító gyakorlatilag duplájára bővült. Ennek az az oka, hogy Tiszaeszlár szennyvíze is ide fog hozzánk, vagy most már jelen időben is mondhatom, folyik hozzánk, tehát Eszláron is egy teljes kiépítettség született meg, nem volt náluk sem tisztítva a szennyvíz, úgyhogy nekik ez egy új vagy nagy élmény, és Nyírtelken is egy bővítés mind a hálózat, mind pedig a tisztítás tekintetében. A projekt célja, hogy csökkenjen a környezeti terhelés, javuljon a lakosság életminősége, valamint a talaj és rétegvíz mentesüljön a szennyeződésektől. Itt Tiszadobon 1,3 milliárd forintból egy teljesen új szennyvíztisztítót építettek, valamint kiépült a csatornahálózat. A település alatt egy ivóvízbázis helyezkedik el, ennek megmentésére szorgalmazta a település a beruházást. A telepnek a kapacitása pillanatnyilag csak Tiszadob ellátására van megépítve, ami a technológiai részt érinti, ez 360 köbméter szennyvíz, napi szennyvíz befogadására alkalmas, ami természetesen azt is jelenti, hogy ezt a szennyvíz mennyiséget 24 órában meg is tudja tisztítani, de tulajdonképpen a kiszolgáló részek mondjuk 40%-a az gyakorlatilag már úgy van elkészítve, szociális részek, bizonyos kiszolgáló egységek, hogy ide fog csatlakozni a tiszadadai szennyvíz probléma is, vagy a szennyvíz megoldás is. Az összberuházás a 4 településen 4,6 milliárd forintba került. A projekt végére a támogatás intenzitása 95%-ra növekedett, ami azt jelenti, hogy a rákötések nem jelentenek anyagi terhet a lakosságnak. Közös kutatásokat végez a jövőben a Nyíregyházi Főiskola, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházzal. Az együttműködésről a folytatásban, előtte nézzük, miről lesz még szó a mai híradóban. Több száz diák próbálhatta ki magát 3 sportágban a Sport legyen a tied nyírbátori rendezvényén. A Magyar Diák Sportszövetség által elindított programsorozat célja az, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a lakóhelyükön űzött sportágakkal, így növekedjen az utánpótlás bázis. 10 fordulót követően is 100%-os a megyei másodosztályban a Balkányi futballcsapat. Mirgai László együttese legutóbb Nyírvasváriban győzött 3-1-re, a következő fordulóban pedig a harmadik helyezett Kótajt fogadják Bogdanovicsék. Az élelmiszerek, valamint a termények beltartalmi értékének és az egészségre gyakorolt hatások tudományos kutatására kötött együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Főiskola a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházzal. A két intézmény célja, hogy a kutatási eredmények hozzájáruljanak a lakosság egészségének megőrzéséhez. Sejtbiológiai, molekuláris biológiai és az élelmiszerekkel, egészséggel összefüggő alap- és alkalmazott kutatásokra helyezi a hangsúlyt a két intézmény közötti megállapodás. Emellett kiemelten vizsgálják majd a funkcionális élelmiszereket, illetve táplálék kiegészítőket, valamint ezek gyártás technológiáját. A megállapodás a két intézmény között, tehát a Nyíregyházi Főiskola és a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház között egy együttműködési keretmegállapodás, amely hát különböző kutatási területekben történő együtt munkálkodásról fog szólni, és arról szól. Mire is gondolok? Gyakorlatilag ugye tudjuk azt, hogy az egészség megőrzéshez nagyon lényeges és nagyon sok ágú út vezet tulajdonképpen. Számtalan olyan terület irányából megközelíthető ez a kérdés, amelyben bizonyos
kutatási eredmények felhasználásával tudunk tulajdonképpen akár tanácsot adni, megelőzni dolgokat. A főiskola, illetve a kórház között ez a megállapodás ezeknek a közös munkáknak tulajdonképpen hát a egyik elindítója. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Nyíregyházi Főiskola nagyértékű műszeres infrastruktúrája, valamint az ország legnagyobb egészségügyi intézete és egyedülálló laboratóriumi feltételei lehetővé teszik, hogy az egészséges életmód vizsgálata mellett a tudományos kutatások és a publikációk száma is bővüljön a két intézményben. A legfontosabb dolog az, hogy ugye a kórházban nagyon sok tapasztalat van az egészségünkkel kapcsolatban, nem csak az orvosok, hanem a kutató orvosok a különböző laboratóriumi eredményekből levonható következtetések alapján. Itt a Nyíregyházi Főiskolán pedig már elég régen foglalkozunk azzal, hogy az élelmiszereknek a beltartalmi értékét vizsgáljuk, és megnézni, hogy melyik akár, hogy úgy mondjam, a régióban vagy helyben megtermő terményeknek milyen hasznosulása lehet az egészség szempontjából. És ezt a két külön, hogy úgy mondjam, adatbázis szeretnénk annak érdekében egyesíteni, hogy egészségesebbek legyünk. A sajtótájékoztatón elhangzott, a kutatások mellett olyan képzést és oktatás sorozatot is terveznek, ami a táplálkozás és az egészség összefüggését szemlélteti. Több száz diák próbálhatta ki magát három sportágban a Sport legyen a tied nyírbátori rendezvényén. A Magyar Diák Sport Szövetség által elindított programsorozat célja az, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a lakóhelyükön űzött sportágakkal, így növekedjen az utánpótlás bázis. A nyírbátorit még 12 hasonló rendezvény követi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságának támogatásával ez év áprilisában indította el a Magyar Diáksport Szövetség a Sport legyen a tied elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek célja az, hogy minél több fiatal megismerje a lakóhelyi űző sportágakat. Emellett az ország közel 1200 intézménye kap sportszereket a szövetségtől. Három pillért kell megkülönböztetni. Az első pillér volt a nagymegyei események, ahol nagy városi sportcsarnokokban 15-20 sportág képviselői voltak jelen, és mutatták be az adott sportág rejtelmeit a gyerekeknek. Ezeken az eseményeken 800 ezer gyerek jelent meg, nagyon élvezték ezeket az eseményeket, véleményünk szerint sikeres volt ez a pillér. A második pillér, ahol most is vagyunk, ezek az iskolai sportági bemutató események, ebből 230 darab lesz országos szinten, szeretnénk minden tankerületbe egy-egy ilyen eseményt megszervezni. A harmadik pillér pedig a már említett sporteszköz kihelyezést tartalmazza, ezek az eszközök ütemezetten érkeznek meg az iskolákhoz, majd 1200 iskola fog ilyen nagyértékű sporteszközcsomagot kapni, 500 millió forint értékben. A nyírbátori helyszínre nem véletlenül esett a szervezők választása. Ez az iskola egy hagyományt visz, ugyanis ez testnevelési tagozatos általános iskola volt, de amikor a testnevelési tagozat megszűnt, mi megőriztük azokat az értékeket, amik ezzel jártak. Ugye jelentős csapataink vannak kézilabda, utánpótlásból, labdarúgásból, atlétikából. Az infrastruktúránk az adott, mint ahogy látszik, ez a szuper csarnok is a rendelkezésünkre áll. Az iskolának 800 tanulója van, ebből legalább 400-500 gyerek szinte rendszeres sportolója a város sportegyesületeinek. Az iskola korábbi diákja, a ma már Németországban szereplő Majoros Bence szerint fontos, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek meg egyes sportággal. Szerintem nagyon-nagyon hasznos egy ilyen rendezvény, mivel manapság azért, főleg a pingpongról, azért nem nagyon lehet hallani sehol, tehát se a tévében, se az újságokban. Nagyon-nagyon ritka az, amikor tényleg egy ilyen kisgyerekekhez eljut az információ egy ilyen sportról, és tényleg így, hogy csinálunk egy ilyen bemutatót, nagyon-nagyon sok gyerek látja és megtapasztalhatja, hogy milyen szép és milyen jó az a sportág. A nyírbátori rendezvényt, amelyen a gyerekek az asztali tenisz mellett a kézilabdát és a karatét próbálhatták ki, még 12 hasonló követő a megyében. 10 fordulót követően is 100%-os a megyei másodosztályban a balkányi futballcsapat. Mirgai László együttese legutóbb Nyírvasváriban győzött 3-1-re, a következő fordulóban pedig a harmadik helyezett Kótajt fogadják Bogdanovicsék. A balkányi futballcsapat azzal a céllal vágott neki a megyei másodosztálynak, hogy a nyár elejé búcsút követően azonnal visszajusson az első osztályba. Eddig jó úton halad a Mirgai László által irányított együttes, Bogdanovicsék mind a 10 meccsüket megnyerték az alukonstrukt csoportban, legutóbb Nyírvasváriból vitt el a 3 pontot a Balkány.
Aki bajnokságot akar nyerni, annak ezzel szembesülni kell, hogy minden csapat őt akarja megverni, ezért is nehéz minden osztályban bajnokságot nyerni. A mi feladatunk is az, hogy ezekre felkészüljünk, hiszen azok a csapatok, akik esetleg 6-7 mérkőzésen keresztül sem nyernek, ellenünk biztos, hogy a legjobb formájukat adják. Hát én azt gondolom, hogy eddig a csapat ezt jól kivédte. A rangadókat is megnyertük, hát rangadónak mondható volt igazság szerint a leveleki mérkőzésünk, illetve a Rakam az elleni hazai győzelmünk. Aztán most Kóta ellen játszunk hétvégén egy nagyon nagy rangadót, hiszen ők a harmadikok 6 ponttal vannak mögöttünk, tehát most nekik ez az utolsó esélyük, mi nekünk pedig egy lehetőség arra, hogy elhúzzunk 9 pontra tőlük, és hát utána pedig menjünk Újfehértóra, ahol köztudott, hogy nagyon nehéz nyerni, tehát azt gondolom, hogy ez a két mérkőzésen, ha túl lennénk győztesen, akkor nagyon nagy eséllyel fejezhetnénk be a bajnokságot akár 100%-osan is. A balkányiak a 10 bajnoki meccsen 43 gólt lőttek, miközben mindössze 2-t kaptak. Nagyon sok rutinos futballistán van, aki tulajdonképpen sokan már lebecsülték őket, hogy hát mit akarok én 35 meg 40 éves futballistákkal. Ebbe az osztályba ők még nagyon-nagyon meghatározóak, ezt bebizonyították a fiatal Rakamoz ellen is. Tudnak küzdeni, jó mentalitásúak, olvassák a játékot. Tehát én azt gondolom, hogy ha csak azt mondom, hogy az Igor Bogdanovics, a Hortó, a Darupista, a Szabó Peti, a Lakatos Tomi, tehát itt ezek meghatározzák a csapatjátékát és a védekezésünket is, és hát nagy valószínűséggel ezért is kapunk ilyen kevés gólt. A két másik csoportban is van 100%-os együttes, a Nyírerdő csoportban a Nyírmada, a Kelet-Magyarország csoportban pedig a Vámosaraszi áll hibátlan teljesítménnyel a tabella élén. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Újabb 350 főt vesznek fel a LEGO nyíregyházi gyárába. Jövő év elején a fröccsöntés kapacitásának növelésével 150 dolgozóra lesz szükség, majd az azt követő két évben további 200 főt alkalmaznak a gyár bővülő raktár és feldolgozó részlegeiben. Fehérgyarmaton adták át az ország 168. kormányablakát. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében év végére 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket az állampolgárok, a fehérgyarmati a sorban a 12. Tájékoztatta televíziónkat El Simon László, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Az új fogyasztóvédelmi törvény módosításával nőtt a vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége a fogyasztók felé, ez érinti a békéltető testületi eljárásokat is. Az új szabályok elmulasztása több 10 000 forintos bírságot is jelenthet a cégeknek. A Kölcsei Televízió szerdai híradóját látták. A legfrissebbekkel csütörtökön este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap csendes, őszi idő várható, időjárásunkat egyre inkább anticiklonális hatás alakítja. Térségünk fölé többnyire alacsony nedvességtartalmú, viszonylag hideg levegő érkezik, éjjel időnként megnövekszik a felhőzet. Ködfoltokra is számítani lehet, csapadék azonban nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több órás napsütéssel. Az esti óráktól ismét sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyengülő hideg fronti hatás várható térségünkben. Pénteken az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap, csak helyenként fordul elő kisebb záporeső. A következő napokban csendes őszi időre van kilátás, napos és hosszabb ideig felhős, párás, ködös vidékek egyaránt lesznek, de számottevő csapadék nem várható. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, de az éjszakák hidegek lesznek, helyenként talajmenti fagyra is számítani kell. Elődeink azt tartották, ha orsolya napkor szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad. Azt is mondták, hogy amilyen idő van ilyenkor, olyan lesz a tél.